Sziasztok, én Halcsilla vagyok. Ezt szeretném mesélni nektek életem történetét. Minden ebben az edényben kezdődött. Itt találkoztak apukám és anyukám ivarsejtjei. A keltetőházból zsenge ivadékként a halastóba kerültem. Napról napra nőtt az étvágyam, egyre nagyobb lettem és szép nagyra cseperedtem. Gondozóink biztosították számunkra a legkiválóbb minőségű és szigorúan ellenőrzött takarmányt, amely vitaminokban, ásványanyagokban és fehérjében gazdag. Mindeközben a tenyésztőim nagy figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra is. Környezetbarát megoldásaiknak köszönhetően az elhasználódott vizet megtisztították, a szerves hulladékot hadrágyaként értékesítették. Amikor elértem az 1,5 kg-os súlyt, lehaláztak, és a tányéron végeztem sült halként. Melyek a halfogyasztás előnyei? A termelés és feldolgozás teljes egészében ellenőrzött körülmények között Magyarországon történik. Az alacsony zsírtartalma, szálkamentessége miatt gyerekek és idősebb korúak is bátran fogyaszthatják. Bővelkedik ásványi anyagokban. A halban kevés a koleszterin. Az emberi szervezet számára fontos foszfor, vas, kálium, kalcium, valamint A, D, B2 és B6 vitamin tartalma. A magyarok egyfőre eső halfogyasztása mégis messze uniós átlag alatti, alig 5-6 kg évente. Ne feledjétek, fogyasszatok minél több halat!